Köszöntök mindenkit a sajtótájékoztatómon. Ahogy már számtalanszor elmondtuk, a magyar családok a jelenlegi helyzetben valódi segítségre szorulnak. Nagyon egyszerű az oka, az elszálló árak, a begyorsuló infláció egyre jobban szembesíti azzal az embereket, hogy a napi szintű bevásárlásoknál mit helyezzenek el a kosárba, azaz miből éljen, mit tegyen a család. Az elszálló infláció miatt megnövekedett árak súlyos terhet rónak a családok pénztárcájára, és itt azonnali segítségre van szükség. Egy átlagos magyar ember, ha bemegy egy üzletbe, egyszerűen már nem tudja, hogy mi az, amit levehet a boltok polcéről, és mi az, amit nem. Hiába az ársapka, hiába az eddigi segítő intézkedések, egyszerűen ezeket elvitte az infláció. Újabb segítségre van szükség, erre be is nyújtottuk a javaslatunkat, ez a 0%-os áfa. 0%-os áfát kérünk az alapvető élelmiszerekre. Egy átlagos magyar családra vetítve, ez azt jelenti, hogy több maradna hó végén a pénztárcájukba, mint az ugyanerre a családra kivetített családi pótlék összege, ami jelen pillanatban 26.600 forint. Tehát a 0%-os áfával több mint 26.600 forint maradna egy átlagos, két gyermeket nevelő magyar család pénztárcájában.